Tart az ukrán fegyveres erők ellentámadása délen és keleten. A súlyos harcok ellenére eredmények is vannak, jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az El Mundo című spanyol lapnak nyilatkozva. Az ukrán diplomácia vezetője hangsúlyozta. A Dánia és Hollandia által bejelentett F-16-os vadászrepülőgépek szállítása fontos lépés az Oroszország elleni harcban, és új lendületet adhat az ellentámadásnak. Dmitro Kuleba azt és megjegyezte, hogy Ukrajna nagyon jól halad a béke feltételének meghatározása terén, bár elismerte, hogy a párbeszéd megkezdése nem lesz könnyű. Nem fogunk olyan megállapodást aláírni, amely előnytelen Kijev és az ukrán nép számára, nyomatékosította az ukrán külügyminiszter. a katonai szolgálatra kötelezettek illegális határátlépésének megakadályozása érdekében az ukrán határőrök hozzáférést kapnak a sorköteles emberek nyilvántartásához, jelentette be Andrei Demchenko, az ukrán állami határőrszolgálat szóvívője. A hatóságok jelenleg a technikai megoldásokon dolgoznak, illetve megvitatják a személyes adatokat tartalmazó adatbázishoz és az állami nyilvántartáshoz való hozzáférés feltételeit. Mint ismeretes a jelenleg november közepéig érvényes hadi állapot és kötelező katonai mozgósítás keretében jelentkeznie kell a hadseregben minden 18 és 60 év közötti férfinak. Ők a jogszabályoknak megfelelően ebben az időszakban nem hagyhatják el az országot. A német külügyminiszter szerint sürgősen döntést kell hozni a nagyható távolságú Taurus rakéták átadásáról Ukrajnának. Anna-Léna Baerbock kijelentette, minden nap számít, az elmúlt másfél évet már elvesztegettük ebből a szempontból. A német külügyminiszter hozzátette, hogy Hollandia és Dánia helyesen cselekedett, amikor garanciákat adott Ukrajnának arra, hogy meghatározott időn belül és meghatározott mennyiségben F-16-os vadászgépek. Fog kapni tőlük. Mint ismeretes, Németország-Ukrajna egyik legfontosabb szövetségese az oroszokkal szembeni háborúban. A Berlin által nyújtott katonai, pénzügyi és politikai támogatás létfontosságú Kiev számára. Speciális programot dolgoz ki a cseh kormány az országban élő ukrajnai menekültek önkéntes hazatérésének támogatására. A program tervezetét a kormány sajtóosztálya bocsátotta a média rendelkezésére. A dokumentum szerint a cseh kormány konkrét segítséget nyújtana a hazájukba visszatérni kívánó ukrajnai menekülteknek, és átvállalná a költségek egy részét. Az állam például állná a menetjegyek árát, illetve biztosítaná, a menekültek személyes dolgainak a hazaszállítását. A tervezet rövidesen a kormány elé kerül, amely az elfogadás után a szükséges pénzügyi alapot is létrehozza. A dokumentumból kiderül, hogy a cseh kormány egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekülteknek ideiglenes védelmet nyújtó intézkedés csomagot 2025. március végéig. A tavalyi cseh kormány döntés alapján az ukrajnai menekültek ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak, amely feljogatja jogosítja őket a cseh társadalom és egészségbiztosítási rendszer igénybevételére. A gyerekek iskolába járhatnak, a felnőttek szabadon munkát vállalhatnak. A menekültek bizonyos ideig havi több ezer koronás pénzügyi támogatást is kapnak. Az orosz offenzíva kezdete óta több mint fél millió ukrajnai menekült érkezett Csehországba. A Prágai Belügyminisztérium kimutatása szerint közülük augusztus elején még 370 ezeren tartózkodtak Csehországban. Többségükben nők és gyerekek. Vasárnap, augusztus 20-án az Ukrenerho rekordmennyiségű áramfogyasztást regisztrált az országban. A fogyasztási mutató 0,3%-kal még az augusztus 5 i rekordnál is magasabb volt. Az Ukrenerho állami vállalat megjegyzi, a fogyasztás a hőmérséklethez hasonlóan abnormálisan magas volt. Kárpátalján a Zakárpátya Oblenerho megyei áramszolgáltató vállalat tervezett áramszünetekre figyelmeztet a hét folyamán. Mint írják, erre Azért van szükség, mert karbantartási munkálatokat végeznek, illetve hiány van a villamos energiarendszerben. Az esetleges áramszünetek augusztus 21-e és 25-e között közép-európai idő szerint 8 óra és 16 óra között várhatók.